Köszöntöm én is a kedves nézőket, az idősebb Antal József rakparton már pár perc is elindul a 2024-es békemenet, és ahogyan láthatják a kedves nézők, az esőkabátok és az esernyők eltűntek, és most már tényleg a derűs és a napsütési a főszerep, és valóban Bajer Zsolt és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes urakat köszöntöm itt. Zsolt, hozzád fordulok először, hogyan éled meg azt, hogy ez a 10. alkalom, amikor itt a polgári ideológia találkozik, hogyan érzed most magad? 10 évvel ezelőtt jobb volt, mert 10 éve fiatalabb voltam, de amúgy ugyanúgy élem meg, mint az összes többit, emelkedett lélekkel. Hát együtt lenni, összetartozni, itt van a Kárpát-medencei magyarság, de tovább megyek. Tegnap egy 30 éve Ausztráliában élő baráti házaspár hívott fel, hogy érkeznek, mert csak ezért hazautaztak, hogy végigjöjjenek velünk. Kell ennél több. Csodálatos dolog. Ugye minden békemeneten üzentek valakinek, egyszer az IMF-nek, aztán a külföldi sajtónak. Most mi az üzenetnek a célja, és kiket céloztok meg? Én azt gondolom, hogy én azért vagyok itt, hogy mondjuk ki büszkén, egyenes derékkal, hogy az az Európa, ahova mi 4 évtizeden keresztül oly nagyon vágyakoztunk itt a far rosszabbik oldalán, az az Európa, oda át megszűnőben van, és átköltözött ide. Legyünk arra büszkék, hogy mi vagyunk az az Európa, amit mi olyannyira szerettünk. És hogyha valami csoda nem történik, akkor és Európának van jövője, az a jövő itt van, Közép- és Kelet-Európában. És erre büszkének kell lennünk, és ez egy hihetetlen felelősség is. Én ezért vagyok itt. Miniszterelnök helyettes úr, jó napot kívánok! Stefka István úgy fogalmazott, hogy 2012-ben Orbán Viktort kellett megmenteni. Akkor az volt az első békemenet. Ugye január 21-én, most pedig az egész Európai Uniót. Mit gondol erről? Lehetséges ez? Hát ha nem tűnik retorikának, mert nem annak szánom, akkor azt kell mondanom, talán a világot, hiszen belesodródhatunk egy világháborúba. És szerintem azt kellene mindenkinek megfontolni, hogy itt most nem csak a jobb oldal van. És az, ami most nem a jobb oldalért, nem a keresztény nemzeti polgári oldalért, hanem minden magyarért csináljuk ezt a békemenetet, mert a halottaknál, akik elesnek a háborúba, őtőlük nem kérdezik meg, hogy jobb vagy baloldali. Azt gondolom, hogy mindenkinek azt érdemes megfontolni most, különösen így ugye június 4-e felé tartva, ugye Trianon évfordulójára, hogy hogy kezdődött az első világháború. Vilmos, második Vilmos német császár azt mondta, hogy mire a falevelek lehullanak, a fiúk otthon lesznek. Aztán lehullottak másodszor is a falevelek, harmadszor is. 10 millió halott katona, több 10 millió civil áldozat, 600-700 ezer magyar katona halt meg a lövészárokban, vérben, sárban, tetvek között. És ezért kell az első pillanatban azt mondani, hogy nem akarunk háborút, mert hogyha ez az orosz-ukrán háború egy orosz-NATO háború lesz, akkor abból világháború lehet, aminek a végén egy atomháború lehet. És senki nem fogja megkérdezni a halottaktól, hogy jobb vagy baloldaliak. Ezért azt gondolom, hogy én persze egy keresztény nemzeti polgári beállítottságú ember vagyok, de ez a békemenet minden magyarért van, és minden emberért. Oroszért, ukránért, magyarért, mindenkiért, mert ha világháború lesz, a halottaktól, még egyszer mondom, nem fogják megkérdezni a politikai beállítottságukat. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettesnek köszönjük szépen egyelőre, és a kedves nézőknek pedig jelzem, hogy tényleg pár perc is elindul a békemenet, a 2024-es békemenet, a hangulat továbbra is derűs, a háttérben Rúzsa Magdi, néha pedig a Bagosi Brothers Company gondoskodik a jó hangulatról. A szó a stúdióé.